Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt ház, csak röviden szeretnék hozzászólni, hiszen Kósa képviselőtársam is arra ihletett, hogy osszam meg önökkel magas gondolataimat, hiszen valóban még a bokros csomag idején én nem voltam polgármester, sőt, még talán a csattogós lepkét tologattam. Ám, hogyha visszanézünk az időbe, akkor az elmondható, hogy az önkormányzatiságra nem az volt jellemző az elmúlt 3 évtizedben, hogy a jobbnál jobb időszakok váltották egymást, hanem a rosszabb és a kevésbé rosszabb időszakok kora volt ez. És Kósa képviselő úrral azzal teljesen egyet tudok érteni, hogy nem lehet minden önkormányzatot egy kalap alá venni, hiszen teljesen más a vagyoni helyzetük, teljesen más az eladósodás mértéke, teljesen más okból adósodtak el ezek az önkormányzatok, éppen ezért ezekben különbséget kell tudni tenni, és ugyanúgy, ahogy mondjuk a tiszteletdíjak és a javadalmazások is egy sávos rendszerben vannak megszabva az önkormányzatoknál, ugyanúgy fontos megszabni mondjuk azt is, hogy valamilyen szinten fontos a kis településeknek növelni a forrásait és a normatíváját, hiszen egészen egyszerűen az elmúlt években tapasztalható ár emelkedések és kiadások mértékét nem követte le ez az állami normatíva, ezért egész egyszerűen a legtöbb kis és közepes nagyságú önkormányzat a működés képtelenség felé táncol, na nem jó szántukból, hanem azért, mert egész egyszerűen a lehetőségek sajnos e felé kényszerítik őket. Én azt gondolom, hogy ezt a kormánynak felül kéne vizsgálnia, szükséges lenne ez a felülvizsgálat, hiszen el kell dönteni, hogy a jövőben meghagyjuk az önkormányzatoknak az önállóságát, amiről kéne, hogy szóljon ez a műfaj, avagy megpróbáljuk központosítani őket, vagy tényleg egy gyám alá helyezni őket, hiszen ez nem 1%-át érinti az önkormányzatoknak ez a probléma, hanem igen nagy százalékát érinti. Majd ennek a évnek a végén fog kiderülni, hogy egészen pontosan hány százalékát, hiszen most az év végéhez közeledvén elég sok önkormányzat kaparja a fejét, ugyanis egész egyszerűen az az adósságcsapda, amit említettem a felszólásomban, az egyre csak nő, és egyre csak görgeti maga előtt a legtöbb önkormányzat, tehát erre kell valamilyen megoldást találni. Én javaslom, hogy talán egy újabb adósságrendezéssel, ugyanakkor, amikor annak a szabályát is lefektetik, hogy hogyan kell a jó gazda gondosságával és módjával egy önkormányzatot vezetni. Tehát a túlkapásoktól értelem szerint meg kell tisztítani az önkormányzatiságot, de a működés képességüket azt fenn kell tartani, én úgy gondolom, minden körülmények között, teljesen függetlenül attól, hogy hány fős egy önkormányzat, hiszen az ott élőknek ez az önkormányzat adja az elsőfokú támaszt, éppen ezért a működésükre kiemelten nagy figyelmet kell fordítani. Köszönöm szépen a szót!